Ez a Hír 18, a Jászság híradója 18 településről 18 órakor. Kerékpáros keresztút szervezését kezdte meg Jászárok szállás önkormányzata. Kedden zajlott a harmadik Tarnai Alajos zongora verseny Jászberényben. A női röplabda NB1-ben a jászberényi röplabdás lányok a negyedik helyezett Vasas fiúk csapatát fogadták. Köszöntök kedves nézőinket, ennek a jászsági térségi televízió híradóját, a Hír 18-at láthatják szerdán este 18 településről 18 órától. Kerékpáros keresztút szervezését kezdte meg Jászárok szállás önkormányzata. A közösségi program előkészítésével kettős célt kíván megvalósítani a választott testület. Miközben egy újabb sportolási lehetőséggel bővül a helyi programkínálat, alkalom nyílik a helytörténeti emlékek megismerésére is. Évről évre több százan vesznek részt Jászárok szálláson a futárok futóversenyen. A rendezvény népszerűsége töretlen, egyrészt a sportolási lehetőség, másrészt a közösségi élmény megtapasztalásának lehetősége miatt. A város képviselő testülete februári ülésén úgy határozott, hogy tovább bővíti a települési sportolási lehetőségek körét. Az újabb program ezen felül lehetőséget teremt a helytörténeti ismeretek bővítésére is. Egy külsős bizottsági tag, Kisimonné Godaéva ötlete alapján a képviselőtestület felvette a programsorozatba. Ez végül is kettős célt akar. Egyrészt, hogy az emberek egy kicsit mozduljanak ki otthonról, másik pedig a városba, illetve a város határába találhatók keresztek, aminek a eredetét, történetét elég kevesen tudják, és ennek hatására döntött úgy a testület, hogy ezt fölkarolja, és segítséget nyújt ennek a szervezéséhez. Az első kerékpáros keresztút túráját április 21-én tartják a város határában. A szervezők két alternatív útvonallal készülnek, hogy melyiket választják majd az a rendezvény napjának időjárásától függ. Vannak olyan keresztek, amit nem lehet saras úton vagy saras időben megközelíteni, de két alternatíva van, tehát lehet mennünk csak közúton, de igazi az lenne, hogyha a városnak először a nyugati felét, illetve a határába elterülő kereszteket, utána végül is a keleti felébe lévő kereszteket tudnánk kerékpárral végiglátogatni. A túraútvonalak 12-15 kilométeresek lesznek. A szervezők olyan távot próbáltak megjelölni, amely egy kényelmes kerékpározás mellett 2-3 óra alatt teljesíthetők lesznek. Az egyházközség segítsége nyújt a kőkeresztek történetének felkutatásához, illetve az információk átadásához. A túrát a Szent Háromság templom melletti parkolóból indítják majd. Úgy is számolunk vele, hogy vegyes lesz a korosztály, tehát szülők elhozzák a gyerekeket, vagy esetleg nagyszülők a unokákat. Az útvonal biztosításához szeretnék bevonni a helyi polgárőrséget is. A részvételhez nem lesz szükség előzetes regisztrációra. Aki április 21-én pénteken délután 2:30-kor ott lesz az indulás helyszínén, az részt vehet az első kerékpáros keresztúton. Közösségi összefogással szeretnék felújítani Jászárok szálláson a Szent Háromság templom előtti parkban található Mária oszlopot. A 18. században emelt műemlék helyreállítási költségeinek előteremtéséhez a Katolikus Plébánia, a Jászárok szállás Városért Alapítvány és a település önkormányzata indított gyűjtést. A Jászárok szállási Mária oszlopot a 18. század végén 1783-ban állították a Szent Háromság templom előtti parkban. A leromlott állapotú barokk stílusú műemlék felújítása az elmúlt évtizedekben többször felvetődött már a településen, de annak megvalósítása eddig elmaradt. Ahogy korábban, ez alkalommal is a Jászárok szállás városért kitüntetett dr. Tóth Pál Péter vetette fel a rekonstrukció ötletét. A felvetés után ez alkalommal gyűjtést indítottak, amely mellé állt a Jászárok szállás városért alapítvány, a Római Katolikus Plébánia és a város önkormányzata. Népi szakrális építmény, ami fontos nem csak az egyház részéről, hanem a város lakosságának is, és szeretnénk, hogyha minél előbb megújulna. Az oszlop tetején a világot szimbolizáló földgömbön Mária látható a kisded Jézussal, amint eltapossa a bűni elképeként megjelenő kígyót. Mind a szobor, mind az azt tartó hengeres oszlop és a négyszögletes posztamens teljes felújításra szorul. Több millió forintos költséget jelent majd ez a munka.
Jelenleg közel 1.300.000 forint adomány gyűlt össze február óta, mikor meghirdettük. Még ez csak egy töredéke lesz ennek a restaurálásnak. Most készül még a költségbecslés, már megvan a restaurátorunk, aki készíteni, és továbbra is várjuk az adományokat, azokat a lakosokat, vagy olyan adományozókat, akik úgy érzik, hogy emellé a nemes ügy mellé állnának. A tervek szerint a Mária oszlop mellett annak környezetét is szeretnék megújítani. Az oszlop teljes felújítása mellett a környezet megújítása is a cél. Tervezzük itt a növényzet karbantartását, illetve egy ilyen kis közlekedő út kialakítását és az oszlop környezetének rendbetételét is. A gyűjtést elindítók azt szeretnék, ha még ebben az évben a műemlék és annak környezete is újjászülethetne. Kedden zajlott a harmadik Tarnai Alajos zongora verseny Jászberényben. 5 korcsoportban 10 iskola, 30 növendéke versenyzett a minősítésekért. Hamarosan mutatjuk a részleteket, de előtte egy másik hír, közel 3.892.000.000 forintból folytatódik. Jászlókonszolnok vármegye munkaerőpiaci és gazdasági helyzetének erősítése hangzott el a vármegye foglalkoztatási paktumán. Az eseményen a foglalkoztatási paktumhoz újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a Jász-Nagykun-Szolnok megyei foglalkoztatási paktum. Több mint 3 milliárd forintot sikerült elnyerni a projekt folytatásához, mondta a program nyitórendezvényén a megyei közgyűlés elnöke. Folytatni tudjuk a 2016 őszén megkezdett munkát. Ebben nagy szerepe van önöknek, a paktum szervezett tagjainak is, akik együttműködésükkel lehetővé tették, hogy a vármegyében működő foglalkoztatók bértámogatáshoz jussanak, hogy az álláskeresőket munkahelyhez tudjuk juttatni, fejlődjenek, egyre ismertebbé és keresettebbé váljanak a helyi termékeink, fejlődhessen befektetés-ösztönzési tevékenységünk. Kihívásokból nincs hiány a jövőben. A projektben résztvevő kiemelt célja a vármegye munkaerőpiaci szereplőinek támogatása, hangsúlyozta Hubay Imre. A fórumon ismertették a program gazdaságfejlesztési stratégiáját. A jövőképünk, amit megfogalmaztunk, az egy erőteljes elmozdulás és a teljes foglalkoztatás felé. Minden munkaképes korú vármegyei polgár értékteremtő munkát vagy társadalmilag hasznos tevékenységet végez. Ugye nem változtattunk ezen a hosszú távú célon, hiszen 2016-ban ezt tűztük ki, történtek előrelépések, történt elmozdulás, de a célt azt hiszem mindenki látható, hogy még nem értük el. A foglalkoztatási fórumon a paktum szervezetek partnerségi együttműködési megállapodást írtak alá. Harmadik alkalommal rendezte meg a Tarnai Alajosról elnevezett zongora versenyét a Palotási János Zeneiskola március 28-án kedden. A jászsági születésű zeneszerző zongoraművész előtt tiszteleg a zongora verseny, melynek köszönhetően a résztvevő diákok megismerhették az egykor ünnepelt szerzőt, illetve annak zongoraműveit. Külön öröm számomra, hogy a kollektíva fölvállalja minden esetben azt, hogy egy ilyen rangos eseményt megszervez. Még akkor is, ha a pandémia pár évre parkoló pályára tette a 2018-19-ben éppen lendületben jövő Tarnai Alajos zongora versenyt. A versenyt, melynek részben célja, hogy az egykori jászsági születésű ünnepelt zeneszerző zongora művész életművét kissé felkarolja és ismertebbé tegye a növendékek között is, hangzott el a zongora verseny kedreggeli megnyitójában. Leszármazottja, aki Amerikában él, Tarnai István hívta életre ezt az emlékversenyt, és azóta számunkra ez hagyomány. Játsszuk és őrizzük az emlékét, a Tarnai teremben vagyunk, ahol az ő zeneakadémiai névtáblája díszíti a termünket, és elhelyeztük a pianinó felett Tarnai Alajos arcképét, és ezzel a versennyel őrizzük emlékét és ápoljuk művészetét. Tíz iskola, 30 versenyzője képviseltette magát a versenyen és 5 korcsoportban. Egész nap játszották 3-3 darabjukat a szakmai zsűri előtt. Taraszova Marianna, Gáspárné Tóth Marica és a jászberényi származású Gulyás István figyelték és hasonlították össze a növendékek művészi fejlődését. Ahogy kiderült, két dolog azonnal kiviláglott. A nagy érdeklődés, a nagy szeretet. És ez a legfontosabb dolog, azon kívül pedig a szakértelem.
Gulyás István kiemelte, hogy a mezőny a vártnál jóval magasabb színvonalat hozott, ami külön öröm volt az ítészek számára is, de mindig akad néhány apróság, amit érdemes lesz a fejlődés érdekében figyelembe venni, fejtette ki a zsűri elnök a díjátadó előtti értékelésében. Ilyen tanácsok az ülés megfelelő beállítása, az ideális tempójú darab megválasztása, vagy a pedál használat, de a résztvevők kalapált zongora billentyű lenyomó technikáját is érdemes lehet fejleszteni. Néha lehetett azt hallani, hogy hát az ütés az mindig egy ilyen függőleges irányú mozgás. De a zene nagyon sokszor nem így megy, hanem így. És nekünk ezzel kell ezt létrehozni. És én úgy érzem, hogy lehetne jobban ráfigyelni erre, már kezdettől fogva. Akár 5-7 éves korban, hiszen a legfiatalabb versenyző is ennyi évesen indult el az első versenyén, jutalmazták is lelkes tehetségét. Szemsei Anna Bella nyerte. A versenyről senki sem tért haza üres kézzel, mert bronz, ezüst és arany minősítéseket osztott a zsűri, melyek között volt kiemelt arany és néhány külön díj. Ilyen díj volt az előbb említett fiatal versenyzőnek járó elismerés, amit Szemsei Anna Bella, Sas Dániel tanítványa vehetett át. Mióta zongorázol, azt tudod? Azt nem. De egy-két éve? Igen, pár éve. Mi a célod a zongorázással? Csak szereted, vagy van ezzel későbbi cél? Szeretem és szeretnék nyerni vele több dolgot is. Milyen a Danival együtt dolgozni? Jó. Jó tanár? Igen. A verseny legnívósabb elismerése a Tarnai Alajos díj volt. És a verseny nagy díját, melyet Kócs János, a Jászság országgyűlési képviselője ajánlott fel, a harmadik Tarnai Alajos zongora verseny Tarnai nagydíját 2023-ban Szabó Kinga veheti. Elkezdtem már zongorázni 5 éves koromban. Felkészítő tanárod, illetve honnan érkeztél? 60-ból is Mezei Rita. Miért kezdtél el zongorázni, emlékszel még? Vagy azóta mi változott meg benned a zongora szeretete kapcsán? Hát a zongora nagyon tetszett, amikor elkezdtem zongorázni. És azóta csak jobban tetszik? Igen. Mit szólsz a díjhoz? Hát nagyon örülök neki. Hogyan készültél fel a versenyre? Sok gyakorlással. A hazai helytállás is sikeresnek mondható, mert a Jászberényi 8 induló közül 2 aranyminősítés és 2 külön díj is született, és mindenki derekosan megállta a helyét. A verseny a legnagyobb kihagyás után azt a fontos célját is teljesítette, hogy a színpadtól elszokott gyermekek újra közönség előtt játszhassanak, ezzel is rutin szerezve a következő évek zongoraversenyeihez, fellépéseihez. Jász Fénszarún vendégeskedett a Nemzeti Színház Dériné programjának keretében a Balkáni Gerlet című Sütő András darab március 25-én szombaton este. Az egy éve futó előadás a 80-as évek erdélyi közegét és a szerelem balkáni viszonyok közötti kivirágzását mutatta be, humorral fűszerezett történetében, Berettyán Nándor rendezésében. Az előadás előkészületei, bejáró próba, szövegismétlés, díszletező és kellékező műszakot követő kis takarítás, és már csak a nézők kellenek, hogy a Nemzeti Színház Dériné programja egy újabb este révbe érjen. Egy vidéki helyszínre elhozni a nagy kőszínházak hangulatát. Ebben nagyon jól teljesít az említett program, mert indulása óta több mint 200 ezer nézőt sikerült színházi élménnyel megajándékoznia. Ez egy rendkívül fontos misszió, amit a Dériné program magára vállalt 2020-ban, és hát sok mindent el lehet mondani, de az, hogy egyszerű lett volna a kezdés, az biztos, hogy nem, mert ugye pont akkor indult el ez a Covid őrület, viszont ennek ellenére azért rendkívül sok helyszínre jutottunk el, most már több mint 1400 előadáson vagyunk túl, és ez mindenképpen egy nagyon komoly fegyvertény. Csak 2022-ben 846 előadás valósult meg, 426 településen közel 120 000 néző részvételével.
8 új színházi produkciót hoztak létre, mindezt szerte az országban, így a Jászságban is nagy örömmel fogadták. Olyan nagy szeretettel, olyan nagy örömmel, annyi pozitív visszaigazolással élnek felénk, hogy ez nagyon komoly erőt ad nekünk a munkánk folytatásához. A társulat különleges helyzetéből fakadóan fel tudja és fel is akarja vállalni azt a társadalmi küldetést, hogy repertoáriával megteremtsen egy olyan egységet, melyre mindannyian közös alapként tekinthetünk. A kultúra identitásképző szerepének fontosságát alapul véve olyan klasszikus, nagyobb arányban pedig magyar szerzők műveit viszik színre, amelyek az érték és élmény mesdjéjén fogalmazzák meg a mai világ számára mértékadó gondolatvilágukat. Itt mi megengedhetjük magunknak, hogy lehet, hogy nem a legszórakoztatóbb és a legzajtneős kicsi lány, a legoperettesebb és gatyaletulósabb történet, nem lebecsülve azt, mert az egy nagyon nehéz műfaj, kérem, én megtapasztaltam azt is. Szóval mi megengedhetjük magunknak, hogy egy mélyebb, elgondolkodtatóbb történetet hozzunk. Sütő András Balkáni Gerle előadása pont ilyen humorral látsző, de milyen elgondolkodtató történet a Jászai Mari díjas Berettyán Nándor rendezésében. Az igaz szerelemről, generációk között feszülő családi titkokról és régmódi falusi hagyományokról szól Sütő darabja. Dányi Krisztián, a társulat legidősebb tagja, még megélte Erdély ezen időszakát és saját emlékeiből építkezve tudta felépíteni karakterszerepét. Azért jó ez a darab, mert a mostani fiatalok, ha nézik, bár az idősebbek vannak tökségben, de ha nézik, akkor megérzik, hogy itt nem volt egyszerű, nem hogy a szerelem, de a létezés sem, mert a rágóra azt mondta az eladónő, hogy inkább ne. Tehát még élelmezési gondok is voltak, nem hogy érzelmi viszonyok, főleg egy olyan helyzetben, ha valaki kirakta a magyar nemzeti zászlót a polgármesteri hivatal tetejére, vagy a tanácselnöki hivatal tetejére, hogy pontosak legyünk. Szóval én így értem meg ezt a kort, a darabot önmagát pedig imádom. Drágaságom, az újságban megjelent. A városban, sőt, egész megyében Viki olvashatja, hogy Amarilla nem maradt pártában. Hát ez a lényeg, ez a fontos. A történet a kor lefestése mellett arra is rámutat, hogy mennyire nem érdemes mások elvárásai szerint élni az életünket. A lakodalmi mulatságtól zengő kiserdélyi faluban egyre több furcsaság és titok derül ki az ifjú párról, miközben a hangos ünnepség hagyományaival együtt kezd egyre kínosabbá válni. A Jászberényi kötődésű színművésznő Vas Judit Gigi játssza Amarillát, az igaz szerelme után vágyakozó menyasszonyt, akiért fontos áldozatot hoz a család. Az egész darab tele van humorral, egy nagy kavalkád, egy ilyen igazi balkáni összevisszaság nagy energiákkal. Igyekeztünk ezt, és a rendező Berettyán Nándor is igyekezte ezt minél jobban felépíteni, és közben tartani egy egész más pólust a szerelmeseknek, tehát egy nagyon tiszta és mély vonalat, és ezzel balanszírozunk, egyensúlyozunk az előadás alatt, hogy ennek milyen izgalmas rétegei vannak. Megérkezett Albert, itt a vőlegényed! Nem arra jött meg, hanem megérkezett. Nem a szerelme egyet, csak a vőlegényed! Az őt vártuk mi Brazíliában? Nem, 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 Brazíliából. Tudod, van az úgy, hogy egy lány nem a kuhadójához megy hozzá. Nem? Nem. Mert egyik a szerelem? A másik meg a balek, akinek a nyakába varjuk magunkat? De ne okoskodjál, mert nem értesz hozzá, miért? Anya, megbeszélem vele! A Déli Nép program folytatja a küldetését, hiszen a válság idején még nagyobb szüksége van az embereknek arra, hogy ha csak egy rövid időre is, de kiszabaduljanak a hétköznapok fogságából, és igazi értéket képviselő színházi élményekkel töltődhessenek fel. Nyilatkozta Kisdomonkos Márk, a Déli Nép program igazgatója. Sport következik a női röplabda NB1-ben, a Jászberényi röplabdás lányok a negyedik helyezett Vasas fiúk csapatát fogadták március 25-én szombaton este. A mérkőzés esélyese a fővárosi együttes volt, így a jászberényiek célja a tisztes helytállás volt. A női röplabda bajnokság extraligájának élvonalához tartozó Vasas fiúk csapatát fogadta a fiatalokból álló Jászberényi együttes március 25-én az esti órákban. Úgy tűnik, hogy a berényi lányok nagyon tisztelték a negyedik helyen tanyázó budapesti ellenfelüket, hiszen az első szett elején nagyon elengedték őket, és így már nagyon nehéznek tűnt a felzárkózás, ami nem is sikerült. Így a fővárosi együttes 25-9-re nyerte az első etapot. A térfélcsere után nem sokat változott a kép, a Vasas akarata érvényesült inkább, és így a mieink 3-4 ponttal követték őket. Láttunk azért tőlük látványos védekezést,
és sikerült meglepni a fővárosiakat több alkalommal is. Ennek ellenére egyre jobban növelték előnyüket a vendégek, és ők kérték el hamarébb a bűvös 20-at, majd nem sokkal később a 25-öt, a JRK pedig 14-et. A harmadik játszmát már sokkal jobban kezdték Schlader Kittyék, mint az előző kettőt. Ekkor láthatóan pariban voltak a vasassal. Ami korábban kevésszer sikerült, most igen, azaz jól sánszoltak és jól is védekeztek. Ennek aztán az lett az eredménye, hogy 3-0-ra ők vezettek. Innen kezdtek felzárkozni a fővárosiak, és 5-5-nél már egyenlő volt az állás. A folytatásban aztán csupán csak 2-3 ponttal voltak lemaradva lányaink. Azaz mindig találtak egy jó megoldást a pontszerzésre. Mindezek ellenére ezt a szettet sem sikerült megnyerniük. Így a rutinosabb vasas ezt az etapot is behúzta 18-25-re, a mérkőzést pedig magabiztos játékkal 3-0-ra nyerték meg. A következő mérkőzés sem lesz könnyebb Deme Gábor lányainak, hiszen a második helyezett Diósgyőr vendégei lesznek április 1-én. Kérem, a Hír 18 után ne kapcsoljanak el, mert hamarosan folytatjuk a Jászárok szállási hírmagazinnal, Banka Csaba műsorvezetésével. Most viszont lássuk mai főbb híreinket még egyszer röviden. Kerékpáros keresztút szervezését kezdte meg Jászárok szállás önkormányzata. Kedden zajlott a harmadik Tarnai Alajos zongora verseny Jászberényben. A női röplabda NB1-ben a jászberényi röplabdás lányok a negyedik helyezett Vasas fiúk csapatát fogadták. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ez volt szerdán este a Hír 18, híreinket, információinkat keressék a Jászsági Térségi Televízió internetes platformjain, kövessenek be bennünket Facebook oldalunkon, illetve YouTube csatornánkon, ott kérem, hogy klikkeljék be a kis harangot is, mert akkor e-mail értesítést kaphatnak videó feltöltéseinkről. Egyébként pedig mindenkinek jó pihenést, minden jót, viszontlátásra!